Napenergia a tárolókba. Innovatív fejlesztés Zánkán. Kézilabda munkacsarnok. Jól haladnak az építkezéssel Sümegen. Robot technológia. Már a gyógyszertári gyakorlatban is működik. Közösségi programok. Szüret és Lecsó Fesztivál az elmúlt hétvégén. A Balaton felvidék, Sümeg és térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Antal Mónika vagyok. Mint már Önök jól tudják, műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábel szolgáltató digitális rendszerén. Ezen kívül már Tapolcán, Tapolca Diszelben is láthatnak bennünket. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy vételkörzetünk tovább bővült. Szeptember 1-től már a Magyar Telekom előfizetői is találkozhatnak velünk. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, valamint Sümeg és térsége eseményeiről készítettük híranyagainkat. A napelemes rendszerek további terjedését segítik elő az E.ON innovatív mobil energiatárolói, erről tartottak tájékoztatót Zánkán. Ugyanis itt helyezték üzembe az első nagyméretű energiatárolót. A fejlesztés eredményeképpen gyorsabban és olcsóbban kapcsolhat a napelemes rendszer a villamos hálózatra, valamint az energia rugalmasan, akkor használható fel, amikor arra éppen szükség van. A hálózaton az elosztott energiatermelés miatt lokális. Manapság a napelemes rendszereknek köszönhetően nem csak a közintézmények, vállalkozások, hanem az egyének, a családok is termelhetnek energiát, és betáplálhatják azt a villamos hálózatba. A szolgáltatók számára kihívás jelent, hogy az ügyfelek áramot is termelnek. Az E.ON Hungária csoport az Európai Unióban is egyedülálló megoldást választott. Akkumulátoros, mobil energiatárolókat tesztelt és helyezett üzembe, elsőként Zánkán, és ezzel párhuzamosan egy másik településen is. Ez a két beruházás, és hadd említsem a Dúzsit és a Zánkait, mint két beruházást, ez összesen 1,3 milliárd forint értékben. Ennek a két településnek az energia elosztó hálózatát teszi képessé, rugalmasabbá és digitalizáltabbá arra, hogy napelemeket tudjunk integrálni a hálózaton. Így közvetve vagy közvetlenül e két település minden lakosának egyfajta zöld irányba való előrelépést jelent. A szakemberek a nap 24 órájában azért dolgoznak, hogy az energiaellátás stabil és megbízható legyen, hangzott el a tájékoztatón. Ahhoz, hogy ez így maradjon és minél több szezonális jellegű termelés mutató napelemet tudjanak integrálni a hálózatba, komoly segítséget jelentenek ezek az egységek. Szezonális az lehet akár napon belüli is, vagy lehet nagyobb időeltolódást mutató. Sokkal inkább úgy tudnám ezt jellemezni, hogy nyáron sokkal nagyobb az energiafogyasztás is, míg télen kisebb, így talán nyáron egy picikét kisebb, télen kicsikét nagyobb szerepe is tud lenni, vagy ősszel, vagy tavasszal nagyobb szerepe is tud lenni egy energiatároló egységnek. Ugyanakkor az energiaellátás megbízhatósága viszont nem sérülhet. A beruházás megvalósulását az Európai Unió által finanszírozott közel 4 milliárd forint költségvetésű pályázat támogatta. It's an innovative project and ez egy innovatív projekt. Kipróbálunk egy új megoldást, és mérjük a sikert. Az E.ON csoport szempontjából ez egy kulcsprojekt. Szeretnénk ezeken keresztül mérni, hogy az akkumulátoros tárolórendszerek hogyan tudják az átfogó rendszer kapacitását növelni. Zánka nagyközség életében is jelentős az energiatárolók létrehozása, de kihatással van a régióra is.
Ez gyakorlatilag egy olyan puffer kapacitást jelent, ez egy akkumulátor, ha nagyon hétköznapi nyelvre akarnánk lefordítani, amely különböző csúcsokat hivatott kiegyenlíteni, tartalékolni azt az energiát, amely adott esetben, ugye, mint minden közműfogyasztás ingadozik periódikusan, tehát az energiafogyasztás az esti órákban, délutáni esti órákban a legmagasabb, tehát nyilvánvalóan bármilyen üzemszünet, mint ahogy most is látják, ilyen szeles viharos idő van, adott esetben nyilván egy biztonságot jelent az ellátás vonatkozásában. A köszöntők tájékoztatók elhangzása után lehetőség nyílott a létesítmény megtekintésére. A vállalatcsoport a zöld energiára épülő fenntartható megoldások alkalmazását helyezi előtérbe. Az energiatároló költsége akár 80%-kal is alacsonyabb lehet, mint egy hagyományos hálózat bővítése. A tárolók telepítése egyszerűbb, gyorsabb, tehát az ügyfelek számára kedvezőbb megoldást jelenthet. A Nemzeti Sportközpontok támogatásával épül Sümegen a kézilabda munkacsarnok. A létesítmény szerkezetkész, az egyedi tetőelemek is készen vannak már, tehát jó ütemben halad az építkezés. Ezt állapították meg a hivatalos bejáráson résztvevők, a város polgármestere, a kivitelező ügyvezetője és a kézilabda szakosztály elnöke. Az épülő kézilabda munkacsarnok a tanúszoda, az új szabadidőpark és a sportpálya szomszédságában valósul meg. Sümeg ezzel új sportolásra alkalmas városrészt hoz létre. A várva várt beruházás is impozáns színfoltja lesz a településnek. Nekünk az lesz most már a lényeg, hogy a jövő évi szezon, tehát a 22. szeptembert, azt úgy kezdhessük el, hogy már rendelkezésre áll a csarnok. Nagyon várjuk egyébként, és valóban az egész város, tehát nem csak a sportegyesületek, ugye kiemelten a kézilabda egyesület, hanem valóban az egész város, mert ez lehetőséget fog nyújtani más egyesületeknek is, illetve olyan civil embereknek, akik csak sportolni akarnak, és most főleg így a Covid-járvány idején vagy óta hát nagy nehézségekbe ütköznek, hogy azt az egyetlen egy tornatermet vérbe vehessék. Tehát azt hiszem nagy keretje lesz ennek a csarnoknak. A sportlétesítményben egy szabványoknak megfelelő kézilabda pálya kerül kialakításra, mely természetesen más sportágak küzdelmeihez is kiváló lehetőséget biztosít. A játéktér mellett egy háromsoros lelátó készül, továbbá konditerem, öltözők és egyéb kiszolgáló helyiségek kapnak helyet. Az építkezés egyébként én szerintem jó halad a jelenlegi építőipari helyzethez képest. Június elejére véleményem szerint el is készülhetünk. Most jelen pillanatban egyetlen egy problémát látok, ami kérdéses, az az energetikai szabvány módosulásának kivetülése az épületre, hogy ez ebben a megrendelő gondolkodik el, hogy áttervez egy-két részét az épületnek, de egyébként, mint látható, építőanyagból betárolva várjuk, hogy haladjon az építkezés és csináljuk. A sportolók, a különböző sportágak képviselői is nyomon követik az építkezés haladását, és várják, hogy mielőbb birtokba vehessék. Nem csak a kézilabdáé, hanem mint a futszáli, illetve a labdarúgásé, valamint a röplabdának az edzői, egyesület vezetői nagyon várják már, hogy ez a csarnok minél bekészüljön. Ugye ezt tudni kell róla, hogy ezt bárki tudja majd használni, mindenféle funkciónak meg fog felelni, úgyhogy nem csak a kézilabdáé, hanem a térségben lehet mondani, akár a kosárlabda, mindenféle sportágnak ez jó helyet fog majd szolgálni. A kézilabda munkacsarnok jelenlegi képe nagyban hasonlít a tanúszodához. Nem véletlen, tudtuk meg, hiszen ugyanaz a csoport alkotta meg a terveket ezúttal is. Leszögezhetjük, hogy látványosra sikerült. A vár előtti látótérben már most jól mutat a Makovec tanítványok által papírra vetett, s most a kivitelező gondos munkája nyomán épülő komplexum. Lesencéktől a Szentgyörgy-hegyen át a Balatonig címmel tartották meg Lesence Tomajon a hagyományőrző szüreti felvonulást. Az eseményen 7 település képviselője vonult fel, és kínálta a saját borát.
Lesence térségében a szüreti fesztiválokat és hagyományozó programokat nem egyedül rendezik meg a települések, hanem együttesen, többen összefogva. Idén 9 település karöltve tartotta meg a 25. hagyományozó szüreti felvonulást, mely a Lesencéktől a Szentgyörgyhegyen át a Balatonig címet kapta. A rendezvénynek minden évben más-más település ad otthont. Idén Lesence Tomaj volt a házigazda, és fogadta a környék településeinek képviselőit. De mindig is élt itt a hagyomány, hogy ezek a települések együtt valósítottak meg különféle dolgokat. És 25 évvel ezelőtt, tehát ugye az önkormányzati működés miatt a kis települések össze vannak kötve, nem is tudnak egymás nélkül létezni különféle szinten, és akkor ugye adódott az alapítóktól, mint ahogy azt a színpadon is hallhattuk, hogy akkor kulturális, hagyományőrző szinten is folytassák az együttműködést. A lényege a dolognak a hagyományőrzés, a szőlő bor kultúrájának az ápolása, ez ugyanaz, minden településen ugyanaz. Az esemény egyik legnagyobb látványossága a felvonulás, amikor lovaskocsikkal, traktorokkal vonulnak fel a különböző jelmezekbe öltözött szüretelők. Idén láthatóak voltak olyan járművek is, melyekhez még hasonló sem fordulhatott elő a 25 évvel ezelőtti első rendezvényen. Hát mikor vonulunk föl, hát a társaság, a rokonok, a barátok, mindenki, együtt vagyunk, együtt szórakozunk, és lesznek műsorok. Hát tulajdonképpen ez egy nagyon jó családi program, ami ugye itt már több évtizede megy a települések között. Szerencsére idén sikerült megrendezni, ugye nem sok programon vettünk részt az elmúlt időszakban, úgyhogy nagyon élvezetes, nagyon jó volt a felvonulás, nagyon sokan voltak, nagyon nagy a hangulat, nagyon jó a hangulat, és finom a kürtös kalács is. Az eseményen a borkostoláson és borszentelésen kívül megválasztják az év betyárját és réparozziát. Az idei rendezvényre ellátogatott Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő és Navracsis Tibor, a Veszprém megyei 3-as választókerület elnöke, aki a kis településen élők összetartását méltatta. Nagyon erős közösségek vannak helyi szinten, hiszen itt is lehet látni, hogy nagyon sokan vannak egy ilyen rendezvényen. Nagyon élénk a helyi közélet, és azt lehet látni, hogy ami Nyugat-Európában sokszor már-már elvész, az itt még megvan. Tehát a helyi közösségek ereje, az, hogy ismerik egymást, az emberek szeretik egymást, és össze is járnak, és ez óriási erőt jelent a jövőre nézve. Szokta kóstolni a környék borait, mi a véleménye róla? Jó, de ezt mindig is tudtam. Az itteni borok nagyon jók, talán nem annyira ismertek országosan, mint a nagy borvidékek, a Badacsony, vagy éppen a Balatonfüred Csopak, vagy a Somló, de minőségében legalább olyan jók. Az, hogy a környék borai tényleg finomak, alátámaszt ez a több száz elégedett mulatozó, aki a szeptember 4-i szombat estét Lesence Tomajon töltötte. Ez idáig körülbelül 60 olyan gyógyszertár létezik az országunkban, ahol alkalmazzák a robot technológiát. Az egyik helyszín Sümeg. Modern, automatizált környezet kialakítása valósult meg, hatékonyabbá vált a mindennapi működés, a kiszolgálás, az értékesítési folyamat pedig biztonságosabbá. Most rövid összeállításunk következik, részletesebben pedig mai magazinunkban hallhatnak működéséről. Ha belépünk a város központjában lévő patikába, a legszembetűnőbb a tágas tér, valamint az, hogy a gyógyszertári kiszolgáló egységek mögött nincsenek polcok, fiókok. Egy-egy fekete ablak található, és ha a beteg átadta a receptet, alig néhány másodperc, s megjelenik a kért orvosság. Aki nem jár nyitott szemmel, azt gondolja, a háttérben dolgozik valaki. Nos, íme a hosszú, ügyes karú robot, ez dolgozik a speciális raktártérben. Kiválasztja a recepten lévő gyógyszereket, tölti a polcokat, vagy éppen rendezgeti a dobozokat a lejárati idő szerint. Nem gyógyszertári humán erőforrás van tehát itt, hanem egy számítógép által vezérelt, bonyolult szerkezet. A készletgazdálkodásnak mint a betárolási, mint a kiadási részét automatizálja, illetve a betározási funkciókat részben automatizálja. Ezáltal sokkal könnyebbé válik az áruátvétel és a kiadás is a betegek részére. No, de nézzük, hogyan dolgozik a robot a patikában. Áru átvétel részét, ha áttekintjük, az úgy működik, hogy szkennerrel beolvassuk a vonalkódokat. A patika szoftver kommunikál a
gyógyszertári szoftverrel, és a lejáratokat onnan hozzárendeli a dobozhoz. Ezután a dobozok a futószalagra kerülnek, és a futószalagról a gyógyszereket a robotkar megfogja, úgymond, és elpakolja. Nem a ABC szerinti sorba helyezi, hanem mindig arra a helyre, ahol talál egy üres helyet, és onnan lesz az expediálás. Ez a betározási része, amit automatizál. A másik funkciója az okos szerkezetnek pedig az, amivel a betegek találkoznak. A robot a szakemberek keze alá dolgozik. A recept beolvasása után a kiadó ablakokba teszi a felírt gyógyszereket. Fontos a gyorsaság és a pontosság, azon kívül pedig még egy nagy és fontos előnye is van. Hát nem kell otthagynunk a betegeket magukra, hanem ez idő alatt meg lehet beszélni a terápiát, betegek kérdéseket tehetnek fel. Gyorsabb is a rendszer, hiszen 11-2 másodperc alatt gyakorlatilag ott van a gyógyszer, meg marad elég idő a beteggel való foglalkozásra, a beteg gondozásra. A robot alkalmazásával a raktározási, keresési és kiadási munkafolyamatok túlnyomó része automatizált, így az alkalmazotti munkaerő átszervezhetővé válik. A robotot számítástechnikai központ működteti, esetleges meghibásodása esetén azonnali szakszerviz nyújt segítséget. Hangulatos környezetben tartotta meg Veszprém Galsa önkormányzata a Lecsó Fesztiválját. Az eseményt 9. alkalommal rendezték meg, mely a hagyományos főzőversennyel kezdődött és koncertekkel záródott. Időjárás tekintetében szerencsések voltak azok a térségi programszervezők, akik szombatra tették a rendezvényüket. Veszprém Galsán ezen az ősszel 9. alkalommal szerveztek gasztronómiai témájú találkozót a helyi tópart mellé, mely a Lecsó Fesztivál nevet kapta. A Lecsó Fesztivál ötlete úgy történt, hogy a településen mezőgazdasági tevékenységeket folytatunk, ekközött paprika termelés, paradicsom, hagyma, ezek mind megteremtek a kertekbe, és mivel az értékesítés nem mindig olyan könnyű, és úgy gondoltuk, sokkal több hasznát látnánk akkor, ha a települést népszerűsíteni tudnánk azzal, hogy vendégeket hívunk, megvendégelünk idegen településekről is embereket, és egy főzőversenyt rendezünk. A csodálatos környezetbe helyezett fesztivál első részében a különböző csapatok mérték összetudásukat természetesen lecsófőzésben. Mivel mindenki ugyanolyan ételt készített, így a bográcsba igyekeztek valami különlegeset főzni, hogy azzal nyerjék el a zsűri tetszését. Hagyományos alapú lecsót készítettünk, amit mi picit megfűszereztünk, egy csülökkel, füstölt csülökkel és babbal. És ki szerencse is kell, minden versenyben kell szerencse, itt is a szerencse is közre játszott, biztos. Mindent igyekeztünk úgy tenni, ahogy a nagyanyáink, szüleink tanították, és ez a titka igazándiból. Az eseményre ellátogatott Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, aki többek között arról beszélt a megjelenteknek, hogy Veszprém Galsa hivatala milyen sikeres pályázati eredményeket ért el az utóbbi időben, és mennyire szükség volt már egy ilyen fesztiválra, amit a helyi önkormányzat hozott létre. Én azt gondolom, hogy a ilyen kis települések már nagyon várták a rendezvények lehetőségét, hiszen tavalyi évben nem volt erre mód és nem volt lehetőség, hiszen be voltunk zárva, viszont most itt egy olyan évet látunk, és egy olyan nyarat tudhatunk magunk mögött, és egy olyan ősz van előttünk, ahol lehet programokat tartani, és ezeket a programokat a települések kihasználják. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak itt is, és nagyon sokan vannak ezeken a rendezvényeken, mert kicsit vártak már az emberek arra, hogy szórakoztassanak, vártak arra, hogy együtt lehessenek a családok, vártak arra, hogy a barátukkal együtt lehessenek, és természetesen a falu közössége is. Ahhoz képest, hogy Veszprém Galsán körülbelül 300-an élnek, a Lecsó Fesztiválon több mint 2000-en jelentek meg, 36 csapat mérte összefőző tudását, melyből 5 csapat a környék településeinek önkormányzatából tevődött össze. A szervezés segítette, hogy a településen nagyon sokan álltak a rendezvény mellé. Itt hála Isten nagyon jól ismerjük egymást az emberek, nagyon segítőkészek, hogyha egy rendezvényt kell összerakni. Nagyon sok támogatásom van, családomtól,
barátaimtól, falusi településen lévő emberektől. A nagy sikerű fesztivál után a szervezők nem dőlnek elégedetten hátra, hanem készülődnek a következő balsai eseményre. Lángra kapott a hulladék Zalahaláp és Tapolca között. Mintegy 100 négyzetméteren égett a hulladék egy szeméttelepen. A tűzhöz a badacsonytomai hivatásos, a tapolcai önkormányzati és a zalahalápi önkéntes tűzoltók érkeztek ki. Az egységek két vízsugárral körülhatárolták a tüzet, így az tovább terjedni nem tudott, közölte a katasztrófavédelem. Ajkán szeptember 7-én polgári védelmi lakosságriasztó, védelmi lakosságriasztó és riasztó tájékoztató eszközök, szirének hangos ellenőrzését végezték, melynek során morgatópróba jelzést adtak le. Az ellenőrzés célja a riasztó eszközök működőképességének megfigyelése volt. A riasztás semmilyen veszélyt nem jelentett a lakosság részére. Elmaradt 2021-ben is a Szigligeti Sülőfesztivál. A nagy múltú rendezvényt tavaly sem rendezhették meg a pandémia miatt. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint az 500 főnél nagyobb rendezvényeket csak védettségi kártyával rendelkező vendégek látogathatják. A Sülőfesztivál szellemiségével és hangulatával nem fér össze a látogatók ellenőrzése, adta ki nyilatkozatát a Szigligeti Turisztikai Egyesület elnöksége, és úgy határoztak, hogy idén sem rendezik meg a fesztivált. A híradó után televíziónk magazinműsora következik. Nézzük, milyen témákkal várja Önöket a műsorvezető, Havasi Petra. Egy patika rendjében, különleges atmoszférájában el tudják képzelni, hogy a háttérben robot dolgozik. Hosszú karjéval rendezi logikus rendbe a gyógyszereket. Ha beteg érkezik, 10 másodperc alatt már a kiadó ablakba teszi a felírt tablettákat. Alig hiszünk a szemünk nekem modern technika látán, pedig mindez itt történik nem messze tőlünk, az egyik sümegi gyógyszertárban. Köszöntöm nézőinket! Már a robot miatt is érdemes velünk tartani, de megmutatjuk az épülő kézilabda munkacsarnokot is, lesz járókelünk, és elkalauzoljuk Önöket a jubiláló Ajkai Képzőművészeti Egyesület ünnepi kiállítására. Tehát ma is Zóna magazin, velem és érdekes témáinkkal a híradó után. Az ősz első hete szép időt hozott. Nézzük, milyen időjárás várható a következő napokban. Cseh Zoltán következik a vmeteo.hu-tól. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! A következő napokban is marad a kellemes nyárutó. Nézzük mindezt részletesen. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, de nem lesz teljesen zavartalan. Általában mérsékelt marad a délkeleti szél, a hőmérséklet reggel 11, délután 27 fok körül ígérkezik. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, mérsékelt délkeleti szélben 10 és 27 fok között váltakozik a hőmérséklet. A hétvégén főként vasárnap már többször megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban továbbra sem érkezik, mérséket marad a légmozgás, a hőmérséklet a leghűvösebb órákban 11, délután 26 fok körül valószínű. A jövő hét első felében még tartja magát a mérsékelten meleg idő, változást a szerdai, csütörtöki nap hozhat, ekkor már frontok is érkezhetnek, csapadékkal, lehűléssel. Köszönöm a figyelmet! Nézzük legfontosabb híreinket ismét röviden. Napenergia a tárolókba. Innovatív fejlesztés Zánkán. Kézilabda munkacsarnok. Jól haladnak az építkezéssel Sümegen. Robot technológia. Már a gyógyszertári gyakorlatban is működik. Közösségi programok. Szüret és Lecsó Fesztivál az elmúlt hétvégén.
A Balaton, a Balaton felvidék, Sümegés térsége körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8 órakor és este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon. Kövessenek minket, kérjük jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Elkészült új honlapunk is, már érdemes rákattintani és böngészni korábbi anyagaink, aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket, viszontlátásra!